És itt van velünk Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát nehezen fogják tudni most a kollégái elkerülni, hogy Trianonról, vagy a trianoni békeszerződésről is beszélnek így a 100 éves évfordulókor. Lehet okosat mondani egy történelem tanárnak egy politikailag még ma is ennyire érzékeny és ennyi indulatot kiváltó kérdésben? Hát azt gondolom, hogy nem is szabad elkerülni az érzékeny vagy nehéz kérdéseket, és így természetesen nem szabad elkerülni a Trianonról való beszélgetést, együtt gondolkodást sem. Rengeteg olyan kérdés van a történelem tanításban, amit, hogy finoman szóljak, kihívás tanítani, mert nincs benne társadalmi közmegegyezés, mert itt rezeg mi bennünk vagy közöttünk. Ennek egy kiváló példája Trianon, bármilyen furcsa is, hogy ezt mondom, hogy kiváló, egy olyan trauma, amely sokaknak személyes trauma, de feltétlenül társadalmi trauma is. 100 éve nem tudunk mit kezdeni ezzel a kérdéssel. Szerintem nem is az a kérdés, hogy trauma-e, mert nagyon-nagyon sok embernek trauma, attól válik talán, sőt, hát miért ne lenne az természetesen, attól válik a kérdés talán érzékenyé, hogy ugye van egy politika, vagy volt egyrészt a két háború között, másrészt megint van egy politika, amelyik abszolút napi politikai célokra, nagyon sokszor uszításra próbálja ezt a traumát, ezt a kétségkívüli nagyon súlyos traumát felhasználni. Hát a mindenkori politikának nagyon fontos a szerepe, de azért ebből a szempontból ne hagyjuk azt se figyelmen kívül, hogy 45 után 90-ig meg gyakorlatilag a szőnyeg alá volt söpörve. Ez a kérdés az se könnyíti meg a dolgot. Sok-sok más kérdéssel együtt, tehát akkor kvázi nem lehetett erről hangosan beszélni, és az sem segített. Ugye egy sebet nem segít begyógyítani, hogyha elfedjük a sebet, vagy elhazudjuk a sebet, tehát az sem könnyítette meg a dolgot. Igazán erről a kérdésről a rendszerváltás után lehetett volna elkezdeni beszélgetni és együtt gondolkodni, és természetesen akkor erről szó is esett, de sajnos nem egészen úgy, ahogy szerencsés lett volna, én legalábbis így gondolom, és ennek azt gondolom, hogy több oka van. Az egyik talán az, hogy azért ez egy rendies társadalom ám. Itt egy ilyen polgári öntudat, az nagyon kevéssé van jelen, és tele vagyunk ilyen rendies elemekkel napjainkig. Egy ilyen földesúr jobbágy viszony, akár még ma sem ismeretlen. Igen, és a jobbágyok is azt hiszik, hogy ők a földesúrak. Igen, ez érdekes. Hát netán még ezt is, de a lényeg azért a jobbágy azt tudja, hogy ki az ura, és azt szerint kell cselekedni. De visszatérve, én azt gondolom, hogy sok-sok oka van annak, hogy ezen nem vagyunk túl, és ezzel együtt valamit ezzel kezdenünk kell. Tehát, hogy mit lehet csinálni mindezek után az iskolában? Hát az egyik, én azt gondolom, hogy például egy történelem tanár a tanítás folyamatában kell, hogy úgy tanítson általában a kisebbségekről és általában a nemzetiségekről, hogy ezeknek az együttélését bemutatja tényszerűen. Azt is, amikor jól tudtak együttélni, mert hogy sok-sok ilyen korszak, sőt, több ilyen korszak volt a történelemben, amikor megvolt ez a szereposztás mindenkinek, mondjuk egy falu közösségben megvolt a maga dolga, meg a szomszéd faluval is. És aztán persze néha konfliktusok voltak, és a kettőt együtt kéne bemutatni. Ez nagyon kevéssé történik meg a történelem tanításban, és esetlegesen. És ha Trianonról beszélünk, akkor pedig ennek egyrészt az előzményeit tényszerűen meg kéne ismertetni a diákjainkkal, tehát például az osztrák-magyar monarchiának a nemzetiségi viszonyait,
amit ugye megint, amire megint nem helyezünk kellő hangsúlyt, ugye a török kiűzése után, hogy hogy lett ez az ország sok nemzetiségű ország, és egyáltalán lehetett volna-e másképp, és miért volt szükségszerű, hogy így legyen, és akkor egy ilyen sok nemzetiségű országban, amikor hirtelen, vagy néhány évtized alatt mindenkinek fontos lesz a saját nyelve és nemzetisége és öntudata, hogy akkor ezzel mit lehet kezdeni. Hát és így, akkor ugye ezek után jött az első világháború. Igen, hát ez a nagy kérdés, hogy ugye Magyarországon azt szokás elmondani, vagy csak addig, hogy milyen igazságtalanság éri Magyarországot, de az, hogy ezt nagyon sokan románok, szlovákok, ukránok, ruszinok felszabadulásként érik meg, arról nem esik szó, mert az ellentmond a mi narratíváknak. Hát de gondoljunk bele abba, hogy teljesen természetesen és érthetően ugye mindenféle tantervben mindig is fontos szerepet kapott a magyar reformkor, nagyon helyesen természetesen, és a reformkorban ugye az egyik kiemelkedő esemény 1844-ben, hogy a magyar hivatalos nyelvé válik. És hogy ez micsoda fantasztikus öröm nyilván akkor a magyaroknak, és vajon hogy érinthet ez egy itt élő románt vagy szerbet? Ezért ezt ritkább esetben kérdezzük meg az órán a gyerekektől. Hát erre nem is lenne gondolkodva, még ha előkerül ez a dolog, akkor talán úgy, hogy 1848-49-ben a nemzetiségek nem álltak a magyar forradalom mellé, hanem az osztrák hatalom mellé álltak. És persze, talán... ez sem így van? Mert voltak olyan nemzetiségek, amelyek a magyarok mellett harcoltak. Kossuth Lajos a zsidókat említette, igen, meg jókai. Így van, de nem kizárólag. Például szlovákok is, hogy más nem mondja. Hát persze, tehát, nem volt, persze, tehát, csak hogy a... Tehát egyáltalán sokkal sokszínűbb a dolog ez is, mint ahogy általában gondolni szoktuk. Tehát magyarul, amire utalni szeretnék, hogy itt folyamatában kellene úgy tanítanunk, hogy az hiteles, tényszerű is legyen, ezeket a nemzetiségi együttéléseket, adott esetben konfliktusokat is bemutatni. Majd, amikor eljutunk az első világháborúhoz, és akkor ugye látjuk, hogy a különböző szövetségi rendszereknek mely országok a tagjai, és ugye ezt a háborút a monarchia is benne, aztán Magyarország elveszíti, hát akkor bizony a háborús vesztesek azok súlyos árat fizetnek érte, többek között területi veszteség is éri a veszteseket. Ugye itt nyilván az a különlegesség, én mindig erre helyezem a hangsúlyt, hogy a mérték mekkora. Ugye? És az, hogy például Erdélyt a románoknak mikor ígérik oda, és egyébként, amikor még a háború alatt, és amikor az Antant országai győznek az első világháborúban, akkor logikus, hogy itt változások lesznek területileg is. Az persze nagyon nem mindegy, hogy mondjuk az etnikai többséget figyelembe veszik, vagy nem veszik figyelembe a határok meghúzásánál, és ugye tudjuk, hogy nem vették figyelembe. Ez nagyon-nagyon súlyos politikai hiba volt, és ez gyakorlatilag, ha tetszik, a második világháborúval is megbosszulta magát, hisz ugye... Igen, bár nem a magyar probléma volt ebben az első rendű kérdés, hanem nyilván a német-francia... Természetesen én itt nem csak Magyarországra gondolok, de lehet, hogy van hanem ennek egyáltalán a megoldatlan helyzetek sokasága, és természetesen nem Erdély miatt tört ki a második világháború, szó sincs róla, de hogy egyáltalán milyen békerendszer született az első világháború után, ez vezetett aztán a második világháborúhoz többek között. Meg kiderül-e az, hogy hát ugye számtalan egyéni tragédiát okozott, közösségi tragédiát okozott, mondjuk a magyar lakta területek elcsatolása egy öntudatára ébredő új nemzeti országhoz. Ugyanakkor, ahogy most ön is célzott rá, hát mégiscsak egy felelőtlen magyar politika lökte oda ezeket az embereket áldozatnak egy olyan háborúval, ahol hát nyilván volt egy olyan nagyhatalmi törekvés is, hogy egy kis agressz, vagy nem is, egy agresszort olyan helyzetbe hozzanak, hogy ne tudjon újabb háborút indítani a szomszédai ellen. Azért kell szinte ellehetetleníteni gazdaságilag is, hogy ne csinálhasson még egyszer olyat.
Jó, hát ez itt nyilván nagyon sok tényezőt kell figyelembe venni, és az például, hogy egy agresszort meg akarnak gyengíteni a győztesek, ez önmagában nyilván érthető. Én azt gondolom, hogy itt egyebek mellett ennek a mértéke, akár Németország meggyengítésének a mértéke is, és mások meggyengítésének a mértéke is érdekes lehet, és sok-sok garanciális elem. Ma már tudjuk, hogy a Népszövetséget sem olyannak sikerült megalkotni, mint ahogy jó lett volna. Nyilván az is gyengébb volt, és nem tudott erőteljesen föllépni, és így tovább. Ezek a kérdések messzire vezetnek. Viszont napjainkban, hogyha visszatérünk Trianon kérdéséhez, illetve június 4-éhez, és ugye ezt most a Nemzeti Összetartozás napjának tekinti. Ez ugye annyiból is érdekes, hogy most a 100. évforduló, de akár a 99. vagy a 102. busongunk, és szomorkodunk, amire azért, hogy mondjam, csak vannak előzmények a magyar történelemben, finoman szólva van ennek hagyománya, igen. Vagy pedig tényleg azt keressük, ami összeköt. Ennek igenis ezt nagyon jól is meg lehetne oldani, hogyha a közös hagyományokra, történelmi múltra, kultúrára gondolnánk. Tehát például íróink, költőink, tudósaink, ki hol született, tevékenykedett, és ami a gyerekeket ezerszer jobban érinti, hogy az ő családjuk honnan származik. Tessék már térképre felrajzolni, hogy kinek hol élnek, vagy hol éltek a nagyszülei és népszülei, ebből akár egy térképet lehet rajzolni az osztályban. És ki fog derülni egészen biztosan, hogy példának okáért a Kárpát-medence legkülönbözőbb részei vannak felmenők. És ha azt is hozzátesszük, hogy na, akkor mindenki nézzen utána, hogy tud-e olyan családtagot mondani a családjából, aki nem magyar, hanem bármilyen más nyelvet beszélt, akkor mindenféle felmenő lesz szintén az osztályból. És ez a kettő így azt gondolom, már egy beszélgetés és közös gondolkodás alapja lehet. És az osztályt, hogyha elmegyünk közösen kirándulni, akkor például, hogyha elutazunk akár Erdélybe, akár, amit a legritkábban se szoktunk mondani, Burgerlandba, vagy Felvidékre, vagy máshová, akkor az ottani magyar diákok mellett, akikkel természetesen nagyon-nagyon jól találkozunk, találkozzunk is, az sem baj, hogyha például Kassán találkozunk ottani szlovák diákokkal is. Hát igen, bár bocsánat, tudom, hogy nem tartozik az élet nagy kérdései, ez tavaly vagy tavaly előtt Beszterceványán ültünk egy kocsmában egy helyi tanárral, két helyi tanárral, egyszer csak fölpattantak, és mondták, hogy el kell szaladnunk, mert jönnek az anyások. Mondtuk, hogy a kik? Hát az anyások mondták, mint a hülyéknek, hogy ezt se értik. Hát az anyaországi diákok, akik akkor kapnak támogatást a kiránduláshoz, hogy egy pecsétet begyűjtenek, hogy helyi gyerekekkel találkoznak, és mondták, hogy ilyenkor évvége felé megszűnik itt a normális tanítás, mert állandóan jönnek, az anyások mondták elég rossz szalással, és ott is hagyták a sörszámlát is. Na jó, hát ezt is ugye különbözőképpen lehet csinálni, amikor mi 2003-ban az akkori oktatási minisztériummal, történetesen Magyar Bálint volt akkor a miniszter, közösen elindítottuk a Nemzeti Emlékezet programot, önkéntesen résztvevők számára, akkor nem gyűjtöttünk pecséteket, viszont találkoztunk. A dolog helyes. És ha már ilyen személyes élmények, hogy kétségkívül ez nem az első világháború ideje, hanem már a második előtti, Kárpátalján kollégáimmal elég sok ilyen életút interjút csináltunk, főleg magyar nemzetiségekkel, de ukránokkal is, hogy mit gondolnak a 38-39-ben a bevonulásról és a visszavételről. És akiknek még van erről személyes emlékük, mondjuk a magyarok mind azt mondták, hogy hát ők rettentően örültek, és nagyon várták, hogy visszajöjjenek a magyarok. Aztán ez az öröm egy nagyon hamar elmúlt, mert a csehszlovák demokráciából visszakerültek egy diktatúrába, ahol ráadásul akkor is az anyaországból jött tisztviselők próbálták eligazítani az életet, és nem a helyi magyarokra, vagy a helyi magyarság szervezeteire támaszkodtak alapvetően. Korán sem érez,
emlékeznek még ma se úgy, hogy mekkora jóvátétel volt nekünk mindazért a kétségtelen sérelemért a visszatérés Magyarországhoz, amit elszenvedtek, mikor éppen Csehszlovákiához tartoztak. Ez abszolút így van, de azt gondolom, hogy szintén nagyon érdekes lehet, hogyha egy olyan szerepjátékot játszunk el a gyerekekkel az osztályban, hogy Trianon után vagyunk, tegyük föl, hogy példának okáért te Kolozsvárot élő, mondjuk tanárnak vagy a gyereke, átköltözöl-e Magyarországra? Igen vagy nem, miért? Hát igen. Nagy vitákat lehet csinálni mellette és ellene. És akkor egy időugrás, és most, amikor az Európai Unió tagja a legtöbb környező ország, ha ugye határon túli magyarokat is igencsak érint, akkor ugye ám megtehetné azt is bárki, hogyha akarná, hogy Kassáról Magyarországra költözzön, vagy Erdélyből idejöjjön, ha akarna, hát ez a ritkaság, mert hogyha elmennek a saját szülőföldjükről, akkor mint ahogy innen Magyarországról is, onnan is inkább valamire nyugat felé mennek, ahol több pénzt tudnak keresni. És akkor ugye rá lehet térni arra is, hogy az Európai Unió napjainkban milyen lehetőségeket és milyen új kihívásokat jelent, például a határon túli magyarokkal való kapcsolattartásban, vagy egyáltalán ebben a helyzetben. Itt is lenne mit megbeszélni. Kapnak a kollégái valamiféle szakmai segítséget, módszertani útmutatás, hogy hogyan lehet erről normálisan beszélni, nem fokozva azokat az indulatokat, amelyek kétségkívül vannak a Trianon kérdés körül? Hát az a kérdés, hogy mit nevezünk segítségnek. Most a legújabb nemzeti alaptantervben például ajánlott program, hogy a gyerekek látogassák meg a Trianon múzeumot. Hát amikor én évekkel ezelőtt ott voltam, akkor azért azt állapítottam meg, hogy ehhez igencsak két lábon kell állni egy történelem tanárnak, hogy a diákjait, hogyha oda viszi, akkor hiteles és tényszerű képet tudjon bemutatni Trianonról, mert nem biztos, hogy mindenben ez a kiállítás, legalábbis az akkori állapot ezt segítette volna, inkább ez a hagymázas és siratós megközelítés kiolvasható ott, miközben a legeslegújabb NAD-ban ez egy ajánlott program. Tehát én nem ilyenfajta segítségre gondolok, hanem másfajtára. Hát igen, az a kérdés, hogy az hol van. Köszönöm szépen Miklósi Lászlónak, a Történelemtanárok Egylete elnökének. Viszonthallásra. Köszönöm szépen, viszonthallásra. Önöknek pedig köszönöm szépen a reggeli figyelmet, mindjárt 10 óra lesz, 6-kor kezdtünk itt Selmeci János kollégámmal, de hát, hogy mondani szokták, jó társaságban rohan az idő, többek között beszéltünk a költségvetésről, amely ma kerül elő, és Bot Péter Ákos volt jegybank elnök, azt mondta, hogy inkább hatalmi, mint gazdasági okai vannak, hogy most terjesztik elő. Vendégünk volt László Imre, a Demokratikus Koalíció egészségpolitikusa, akivel arról beszéltünk, hogy ki a felelős azért, hogy rengeteg beteget elküldtek az orvos kórházakból. Igen, felelős az is, aki elküldte, felelős az is, aki de felelős, aki kiadta ezeket a rendeleteket, és itt volt velünk Magyar Bálint szociológus, aki az integrált oktatás elve mellett érvelt miniszterként. Miniszterként ő nagyon sokat tett, vagy próbált tenni azért, hogy Magyarországon megszűnjön a szegregált oktatás. Köszönöm szépen a figyelmüket, a mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Józsa Péter, Ricsovics Kinga, Nyávor Dénes, ma reggel itt a stúdióban Selmeci János és a szerkesztő Bálint Judit volt, Dési Jánost hallották. A viszont hallásra!